Szervusztok gyerekek, itt vagytok? Igen! Egy kis bíztatás kellett csak a bártaszéki gyerekeknek a helyi könyvtárban megrendezett Mikulásváron. Itt igazán komoly hagyománya van annak, hogy a könyvtár munkatársai a nagyszakálló érkezése előtt zenés matinéval lepik meg a városban élő gyerekeket. A könyvtár ezt már hagyományként közel 40 esztendeje tartja. Minden év decemberében egyszer ellátogat hozzánk a Mikulás. Mi el szoktuk mondani a szülőknek, anyukáknak, meg a gyerekeknek, nagyobbaknak, hogy úgy tudjuk, hogy idén is majd jön hozzánk, és hát szeretnének-e vele esetleg személyesen találkozni, mert akkor itt egy remek alkalom, bejönnek ide a könyvtárba, itt jó meleg van, mert ugye hát néha nagyon nagy hó van, meg hideg van, de hát sajnos szegény Mikulás bácsinak néha egyedül kell hozni a zsákját, mert a rénszarvasok nem mindig tudnak jönni, de az a lényeg, hogy itt mindig találkozhatnak vele, hát ez is egy ilyen nap. Néhány jókedvű dalocska kellett csak ahhoz, hogy a rengeteg gyerek, akik szó szerint megtöltötték a helyi könyvtárat, feloldódjon. És mivel a gyerekek elég kitartóan énekeltek a Mikulásnak, ő nem is váratta a piciket soká. Én már hallottam valami kutatást, ti is hallottátok? Megjött! A Mikulással való találkozás már önmagában is ajándék volt, ám ahogy azt tőle már megszokhattuk, ezúttal sem érkezett üres kézzel, mert hogy, mint mondta, a bátaszékre akármikor jön, csak olyan gyerekeket talál, akik egész évben nagyon jól viselkedtek. Nagyon aranyosak, és minden évben jön hozzájuk új és új, de a régiek közül is vannak. Mi volt a zsákban? Láttam, mindenki kapott valamit. Hát általában kifestők és könyvek. Ó, könyvtárban, ott itt nagyon különleges ajándék van, itt csak könyv van. Ide csak könyvet hoz a Mikulás. Úgy tudjuk, hivatalos forrásból, hogy szaloncukor mindig van a zsebében, mert ilyen jó nagy zsebje van neki, és akkor ha még azon kívül marad, akkor azt oda szoktuk adni a kedves szülőknek, nagymamáknak, mert én úgy gondolom, hogy a Mikulás az mindenkinek Mikulás, ha kicsi, ha nagy. Mikulás bizony idén nem fukarkodott a bátaszéki gyerekekkel, rengeteg könyvet kellett a zsákjában a könyvtárig cipelnie. Viszont a gyerekek is tudták, hogy az ajándékért cserébe Mondóka is jár. Jöjjél hozzá, Párukás, kedves öreg pillanat! Jaj, tapsoljuk meg, nagyon bátorul egy ügyes kérdéssel! A kicsik aztán szó szerint rávetették magukat az értékes és izgalmas információkkal teli ajándékaikra. Nekem téllapósat. Deszpeszváros. Deszpeszváros? Hú, én azt nagyon szerettem. És egyébként először vagytok, vagy szoktatok jönni? Anyukát is már kérdezem. Minden évben itt vagyunk, a gyerekek minden évben várják a könyvtári Mikulást a könyvekkel. Egyébként otthon már azért készülöttök, vagy hogy néz ki otthon a Mikulásváró? Igen, most már otthon is elkezdtünk készülni, kikerült az adventi naptár ma reggel, az adventi koszorú már az asztalon, várja, hogy meggyújtsuk a gyertyát. Gyurci, a cipőd, a csizmát hogy áll? Jó. Még egy-két napot pucoljuk, aztán kikerül az. Thank you.
És igen, ahogy a képeken is látszott, stábunkról sem feledkezett meg a nagyszakálú, úgyhogy tényleg igaz, hogy bát a széken legyen egészen fiatal, vagy nem egészen fiatal az ember, ha jól viselkedik, akkor bizony számíthat a télapóra decemberben.